Suzuki Ignis Kupplung Set. Neked kellett már cserélni? Sziasztok, én Németh Sándor vagyok, ez pedig a Suzuki Alkatrészek webáruház egy újabb blog videóra. Szóval, Suzuki Ignis. No, egy pár dolgot szeretnék elmondani neked. Hol kell különbséget tenni? Sokszor kérdezik meg tőlem, ezért mondtam, hogy elmondom. Az 1.3-as és 1.5-ös Suzuki Ignisekben gyári cikkszám szerint különböző kuplung tárcsák találhatóak. Ennél a típusnál, amit mi árulunk, ez a Nippes gyártmány, ő úgy oldotta meg, hogy az 1.3-ashoz és az 1.5-ös motorhoz is tökéletesen felhasználható, erősítve van benne a rugó, tehát ezért nem tesz benne különbséget. Ez a kuplung szett csak a benzines típusokhoz való, ha neked dízeled van, akkor ez neked nem lesz megfelelő. Jó, szeretném neked megmutatni, tehát ezt a Nippes minőséget áruljuk, megtalálod a weboldalon is. Még valami, miért választottam pont a Nippercot? Ez az a gyártmány, aminek még nincs elszállva az áron. Nagy tételben tudom vásárolni, ezért neked is kedvező áron tudom adni. Az összes többi gyártó, Valeo, Look sokkal magasabb áron kínálja azt a terméket, és nem tud többet. 3 éve áruljuk kisker és nagykerszinken is, rengeteget adtunk el belőle, úgyhogy ezzel tudni, hogy nem lesz problémád. Mit találsz a szedben? Jó, először is van benne egy kuplung tárcsa, van benne egy kinyomó csapágy, és van benne maga a szerkezet. Megmutatom azért ezt is, csak hogy lássuk kibontva. Oké, tehát ő lenne az, amikor kuplungot cseréltetsz a kocsidba, ezt a 3 alkatrészt kell cserélned. Hogyha esetleg a szerelőd azt találja mondani, hogy ne cseréld ki a csapágyat, vagy cseréljük ki csak a tárcsát, akkor nyugodtan mondani ki, hogy nem. Lehet, hogy most 3826 forintot spórolsz azzal, hogy ezt nem cseréled ki, de most gondold el, hogy ha kicserélik a kocsitba, majd 1 hónap múlva tönkre megy ez az önmagába 3-4000 forintos alkatrészt, megint el kell vinned a szerelőhöz a kocsidat, megint nem tudsz haladni, megint időt kell kérned, tehát hidd el, csak az idődet vesztegetted vele. Jó, hogyha szétment a kuplungot, ezt így egybe cseréled ki, ez lesz a jó és optimális megoldás. Köszönöm szépen, hogyha tetszett neked ez a videó, akkor iratkozz fel hozzánk, és értesülni fogsz a következő videóblog bejegyzésünkről is.